A Mikepécsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idén 9. alkalommal rendezte meg a Varázsolvas elnevezésű megyei szép olvasó versenyét. A megméretetésre 17 település 26 iskolájából közel 100 alsó tagozatos tanuló érkezett. A verseny részleteiről Fejénél Juhász Mónika intézményvezető tájékoztatta televíziónkat. Varázsolvas verseny lesz, és miért varázsolvas a versenyünk elnevezése, hiszen egyrészt amit olvasunk, sokszor elvarázsolja az értelmünket, lelkünket, illetve ugyanakkor az olvasás maga egy csoda, egy olyan varázslat, egy egyedülálló varázslat, a kommunikációnak egy olyan formája, amely a gondolatokat, hangulatokat, érzelmeket közérthetően, hitelesen közvetíti. 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a verseny, és a megye alsó tagozatos, 2., 3., 4. évfolyamos diákjainak rendezzük meg. 17 település, 26 iskolájából 85 kisdiák érkezett ma hozzánk. Az internet a facebookozás korában úgy gondolom, hogy az egymással már tulajdonképpen virtuális világban beszélgető fiataloknak egy ilyen verseny hívhatja fel a figyelmét a szép beszéd az olvasás fontosságára. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulóink tudnak olvasni, tehát itt a pedagógusok nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre a dologra. Mikepécsben hány induló van? 6 indulnak, tehát itt a verseny menetére akkor ki is térnék. Kódszámmal versenyeznek a gyerekek, név nélkül. Először egy hozott szöveget kell elolvasniuk, ez egy szép irodalmi szöveg, ebből felkészülhetnek. Itt 2-3 perc áll a rendelkezésükre, hogy ezt elolvassák. Ez a verseny első fele, úgymond, utána egy szünet következik, és ekkor jön egy ismeretterjesztő szöveg, ez a kötelező szöveg. Erre 5 perc áll rendelkezésükre, hogy felolvassák, átolvassák. És tulajdonképpen a verseny így áll két részből, a szép irodalmi szöveg és az ismeretterjesztő szöveg olvasásának az eredménye adja majd a helyezést. A versenyünk lényegét 3 kódszóval határoztuk meg. Az egyik, az első legfontosabb tényező, hogy a gyerek értse, amit olvas. A másik fontos tényező, hogy meg is értesse a közönséggel mindezt. A harmadik pedig az, hogy mindezt természetesen és modorosság nélkül tegye, tehát a zsűri ezeket a kritériumokat figyeli, és évfolyamonként 3 helyezés és 2 külön díj kerül kiosztásra. És visszatérve az első kérdésre, tehát ez a versenykiírásunkban szerepelt, hogy minden évfolyamról, minden iskolából 2 tanuló nevezhet, így Mikepécsről is ennyien neveztek. Megtudtuk, a versenyzőket értékelő zsűritagok, közművelődési intézmények dolgozói, akik igazán szívükön viselik, hogy a gyermekek megismerjék az olvasás szépségét és fontosságát. Visszatérő zsűri tagjaink vannak már évek óta, a Mélius Juhász Péter könyvtár könyvtárosai, vezetői jönnek el hozzánk. 3 helyszínen zajlik a verseny, ugyanis 3 évfolyamra van meghirdetve, tehát 2., 3., 4. évfolyam. Derecske tankerület igazgatóasszonya, Köles Krisztina igazgatóasszony nyújtott támogatást, illetve Mikepécs község polgármestere, Tímár Zoltán polgármester úr támogatásával valósulhatott meg versenyünk. A mesék, iskolai olvasmányok nagyon jól illenek a gyermekek világába, hiszen amellett, hogy gazdagítja képzeletüket, szép érzéküket, elkölcsi jó tanácsokkal is ellátja őket. A megkérdezett gyerekek riporterünknek elmondták, hogyan készültek a versenyre, és hogy milyen választott olvasmánnyal készültek a mai napra. Szeretsz olvasni? Igen. Van kedvenc könyved? Tudsz néhányat mondani? Szeretem mindegyiket. Igazából a meséket szereted? Igen, inkább? Meséket. Vagy tanulni? Milyen fajta meséket? Geronimo. Megvan? Ennyi. Jó, van, nagyon vidám vagy. Mindig ilyen vidám szoktál lenni? Igen. Honnét érkeztél? Debrecen. Voltál már Mikepécsen? Igen. És mit gondolsz róla? Mennyire ismered? Igen. Ismerőseid, barátaid vannak? Nem. Nem, csak úgy jöttél ide, aztán olvasnál. Igen. Mi az a mese, amit hoztál felolvasni a szabadon választottba? Hogyan neveik szüleinket? Nógrádi Gábor. Te mit olvastál abból, amit szabad... Mit hoztál olvasni, olyat, amit szabadon lehetett választani? Mesé? Az egyik mesekönyvem, igen. Mi volt a mese? Emlékszel erre? A sindiszta. Jól sikerült a olvasás? Igen. Ha itt vagy egy ilyen versenyen, ahol olvasni lehet, az azt jelenti, hogy szeretsz olvasni, ugye? Igen.
Van olyan dolog, amiről szeretnél, vannak kedvenc könyveid? Tudnák néhányat mondani? Hát a tanulságos állatmesék, és az ilyen természettudományos. Most itt volt olyan olvasnivaló, amit te választhattál ki, vagy minden kötelező volt? Amit én választhattam ki, az jó volt. Mi volt az? Lehetett? Lázár Elvin, a Soványító Palacsinta. Soványító Palacsinta? Igen. Akkor, ha jól értem, ezt azért választottad, mert ez érdekes is. Vicces mese, vagy milyen mese ez? Vicces mese. Köszönöm. Még arról szól, mert pár szólt, hogy mi az, amit most csinálsz? Virág lenne. Csináltam már ilyet? Nem. Ez az első? Igen. Jól néz ki. A versenyt követően különböző programokat kínáltak a szervezők. Lehetett mesét nézni, illetve kézműves foglalkozás várta a diákokat. A megkérdezett pedagógusoktól riporterünk pedig megtudta, az internetezés korában az egymással már többnyire virtuális világban beszélgető fiataloknak egy ilyen versennyel hívják fel a figyelmét az olvasás, a szétbeszéd fontosságára. Ahogy a gyerekek kijöttek a második fordulóból, első fordulóban ugye elmondták azt a, elolvasták azt a művet, amit ők maguk hoztak, majd második fordulóban egy kötelezően megkapott anyagból dolgoztak. Amikor ezt leolvasták, akkor egyesével feljöttek hozzánk a kézműves terembe, és itt egy gyönyörű virágból készült asztaldíszt vihetnek haza a tanulók. Kevésbé tudnak és kevésbé szeretnek sajnos a megnövekedett tananyag miatt egy nagyon rohanó tendenciát mutat sajnos az iskolai alsó tagozatban történő tanulás, és felsőben már elvesztik az érdeklődésüket, és sajnos a tendencia, hogy egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek. Hát mi ezt szeretnénk megváltoztatni a verseny, a évről évre megrendezett versenyeinkkel, és hát mi is, mint Miketércsi iskola, küldjük a mieinket különböző mesemondó, versmondó és szép olvasó versenyekre, amik a térségben zajlanak. Kedves gyerekek, szülők, kollégák, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit eredményhirdetésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Karácsony Antal alpolgármester urat. Köszönöm a következő iskolák tanulóinak, felkészítő pedagógusainak, hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek versenyünkön. Balmazújvárosi Általános Iskola, Bocskai István tagintézmény. Balmazújvárosi Általános Iskola, Kalmár tagintézmény. Berettyóújfalui, József Attila Általános Iskola. Berettyóújfalui, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bihari Alapfokú Művészeti Iskola. Debreceni, Epreskerti Általános Iskola. Debreceni, Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Óvoda. Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI. Debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola. Debreceni Lilla Téri Általános Iskola. Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola. Debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola. Debreceni Vörös Marti Mihály Általános Iskola és AMI. Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI, Sárándi Kossuth Lajos tagiskolája. Ebesi Arany János, magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és AMI. Esztári Fekete Borbála általános iskola, Irinyi Károly általános iskolája és AMI. Hajdú Böszörményi, Bocskai István általános iskola. Hajdú Hadházi, Rózsa Tivadar református általános iskola és óvoda. Hajdú Nánási, Bocskai István általános iskola és AMI. Hosszúpályi, Irinyi József általános iskola. Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola, Hajdú Bagos és Sinai Miklós tagiskolája. Komádi Balsi Dénes Általános Iskola. Nagyrábéi Móri Zsigmond Általános Iskola, Bihar Tordai tagintézménye. Nyíracsádi Szent Piroska Görög Katolikus Általános Iskola. Téglási II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű baptista általános iskola és AMI. Vámos Pércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI, és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI. Tehát 17 település 26 iskolájából 85 kisdiák érkezett ma hozzánk.
Most felkérem Sas Bálintné Ilikét, a zsűri rangidős elnökét, hogy foglalja össze azokat az értékelő, elemző gondolatokat, melyeket a többi zsűriző kollégájától megkapott, értékelje, elemezze a gyerekek mai teljesítményét. Kedves versenyzők, szülők, pedagógusok! Egy nagy nap megkoronázására jöttünk most össze, hiszen mindannyian megmutattátok, hogy mire vagytok képesek, hova jutottatok, és hogy a szülők, pedagógusok büszkék lehetnek rátok, hiszen óvodából eljutottatok oda, hogy most már értően olvastok, és varázslatosan olvastok, hiszen ennek a versenynek is a varázsolvasa címe. Egy okos ember egyszer azt mondta, hogy a könyv szerényen, hűségesen vár egy kézre, mely leemeli a polcról, és a legszebb üzenetet küldi felénk. Ti most már bátran nyújtok ezekhez a könyvekhez, hiszen nektek megnyíltak a könyveknek, a rejtelmes világa megnyílt. Most már értitek, amit olvastok, és nem azzal kell foglalkozni, hogy megismerjétek a betűket. Ez egy csodálatos dolog, és csodálatos dolog a magyar nyelv, hiszen az egyik legnehezebb nyelv a világon, és mivel Faludi gyönyörű versével kezdtünk, hiszen most volt a költészet napja, mennyi íze, illata, zamata van a magyar nyelvnek, és ti most ezt próbáltátok nekünk elhozni, hiszen a szövegválasztásotokba is legváltozatosabb műveket hallgattunk. A kicsiknél meséket, kis történeteket, de azért Lázár Elvintől, Móra Ferenctől is hallottunk műveket. A nagyobbak már nehezebb szöveggel is próbálkoztak. Azért a negyedik évfolyamnál már megfigyelhető volt, hogy egy kicsit bele is választottak a szövegbe, hiszen egy kicsit erejüket meghaladó szöveget választottak. Erre majd vigyázzatok, mert amikor nagyon mély a mondani valója, nem mindig lehet olyan szépen elolvasni, hogy látványos legyen, hiszen itt pár percet kaptatok arra, hogy megmutassátok magatokat, és egy nehéz szöveget sokkal nehezebb látványosan elolvasni, mint amikor tájleírás, párbeszéd és minden egyéb van, amivel esetleg az olvasást lehet színesíteni, de az elmondható, hogy nagyon jók voltak a választások. Második évfolyamon külön díjas lett Pincés Nelli, a Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár tagjai. Felkészítő pedagógusa a Banáné Tóth Katalin, azt hiszem ő is egy nagy szakértő. Annyit azért elmondok, ha itt van a felkészítő pedagógus, akkor szívesen megtapsoljuk, tehát akkor kérném, hogy álljon fel. Nincs. Jó. Másik külön díjasunk, Antal Sára. A Mikepélcsi Hunyadi János Általános Iskola tanulója. Harmadik helyezett, Törő Vanda, a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és ami tanulója. Felkészítő pedagógusa Nagy Judit. Második helyezett, Miklós Milán, a Nagy-Rábéi Móri Zsigmond Általános Iskola a Pihartoldai Tagintézményének tanulója. Gyere ide! Tapogok.
felkészítő pedagógus Kállai Imréné. És a második évfolyamon első helyezést ért el Vida Viktória. Gyakorló általános iskola tanulója, felkészítő pedagógus Szabó Marianna. Harmadik évfolyamon külön díjas lett Szűcs Brigitta, a Debreceni Lillatéri általános iskola tanulója, felkészítő pedagógus Csizmazia Tamásné. Másik külön díjasunk, Decki Stefánia. A Hosszúfályi Irinyi József általános iskola tanulója, felkészítő pedagógus Deákné Balog Ágnes. Harmadik helyezett, Kovács Ármin. Kölcsényre Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanulója, felkészítő pedagógus Galambosné Boros Judit. Második helyezett Molnár Anna. Kölcsényi Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanulója, felkészítő pedagógus Gonda Ilona. És harmadik évfolyamon első helyezett lett Kis Regina. A Hosszúfályi Irinyi József Általános Iskola tanulója, felkészítő pedagógus Deákné Balog Ágnes. Negyedik évfolyamon külön díjas lett Nyakacska Andrea. A Debreceni Vörösmarty Mihály általános iskola és amit tanulója, felkészítő pedagógus Tar Károlyné Fodor Mária. Másik külön díjasunk Cseh Diana Katalin. A Téglási II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű baptista általános iskola és ami tanulója, felkészítő pedagógusa Bályi Dánielné. Harmadik helyezett lett Fehér Petra. Iskola Bocskai István szakintézményének tanulója, felkészítő pedagógus Sutyák Margit. Második helyezett Kovács Boglárka. A Debreceni Vörösmarty Mihály általános iskola és ami tanulója, felkészítő pedagógus Tar Károlyné Fodor Mária. És negyedik évfolyamon első helyezett Csordás Réka lett. A Téglási II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű baptista általános iskola és ami tanulója, felkészítő pedagógusa Bályi Dánielné. Versenyünk véget ért. Végezetül hadd adjam át minden résztvevőnek a mai napra útravalóként Nógrádi Gábor kortárs költő, író, újságíró gondolatait. Az olvasás a boldogságra nyíló ajtó kulcsa lehet. Az olvasás ugyanis gyógyszer. Megnyugtatja a lelket, ha az beteg vagy háborog. Az olvasás csokoládé, mert jó érzéseket kelt. Az olvasás tudás,
mert olyan ismereteket hordoz, ami az önismerethez, a sikerhez és az életben maradáshoz kell. Ugyanakkor be kell vallani, az olvasás munka. A szöveget végig kell olvasni, meg kell érteni, a szavakkal megfogalmazott dolgokat el kell képzelni, a gondolatokat fel kell dolgozni. Erőfeszítést kíván, de a csúcsra sem lehet feljutni úgy, hogy az ember nem ászna hegyet, s csak a csúcsról látszik igazán, hogy milyen gyönyörű a táj. Ezennel rendezvényünket bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek!